Jó napot kívánok, János Ilesi Ágota vagyok, az ellenzék közös képviselőjelöltje Pest megye 11. választókerületében. Azt talán nem is kérdéses, hogy az elmúlt 12 évnyi Orbán rendszer egyik leggátlástalanabbul nyerészkedő intézménye az MNB. Miért mondom ezt? Visszaemlékezhetünk rá, hogy 2014-ben az MNB nem fizette be a költségvetésbe a forintgyengülésből származó nyereséget, ehelyett jegybanki alapítványokba tolt be mintegy 270 milliárd forintot. De emlékezhetünk arra is, hogy milliárdokért vásároltak ingatlanokat, és 2016-ban pontosan a Fidesz kezdeményezésére ezeket az alapítványi költéseket titkosították, így ezek elveszítették közpénzi jellegüket. Számolatlanul, közbeszerzések nélkül osztogattak pénzt csókosoknak, rokonoknak, barátoknak, kamutanulmányokért fizettek, luxus tanulmányutakat fizettek nekik, jól fizető állásokba juttatták őket, túlárazott ingatlanokat vásároltak. Kimondhatjuk azt, hogy ezeket az alapítványokat kifizető helyekként üzemeltették. Ezzel szemben egyáltalán nem foglalkoztak az inflációval, holott a Magyar Nemzeti Banknak ez volna az egyik elsődleges feladata. A Demokratikus Koalíció és az Egységben Magyarországért álláspontja szerint elfogadhatatlan és tarthatatlan, hogy mára Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank gyakorlatilag egy kontroll nélküli állam lett az államban, ami közpénzmilliárdokat költ luxusra, saját kényekedve szerint síbolja a közpénzt, rokonokat, barátokat töm ki közpénzzel, jól tartja őket. A 2022. április 3-ai választás után az új kormány véget fog vetni ennek a gyakorlatnak. Mi nem luxusra akarjuk költeni a pénzt, nem gigantikus szobrokat és méregdrága szőnyegeket akarunk vásárolni, nem a haverokat akarjuk kitömni pénzzel, nem kifizetőhelyként fogjuk működtetni a Magyar Nemzeti Bankot, hanem azt akarjuk, hogy az MNB egy olyan nagyon szigorú szabályok szerint működő intézménye legyen egy demokratikus országnak, amely a magyar emberek és Magyarország javára dolgozik és az ő érdekeit szolgálja. Jó napot kívánok, én Vajda Zoltán vagyok, a Budapest 13-as egyéni választókerületben. Ez a kódszó, ez a Kertváros 16. kerületet és Zugló Alsórákos jelenti, annak vagyok a közös ellenzéki képviselőjelöltje. Biztos ismerik a történetet, amit szoktak mondani, hogy van a jó rendőr, meg a rossz rendőr. Hát én azt látom, hogy ezt a két szerepet váltogatja a fiskális politika, a kormányzat és a monetáris politika, a Magyar Nemzeti Bank. Most éppen a Magyar Nemzeti Bank a korábbi totálisan felelőtlen monetáris politikáját látszólag feladva, hiszen ők ezt egyébként ugye ők ezt hívták unortodoxiának, akkor lényegében pénzt nyomtattak, hiszen mondjuk amikor tömegével vásárolnak államkötvényeket, akkor pénzt nyomtattak. Ezt a totális felelőtlen monetáris politikáját most látszólag feladva a jó rendőr szerepében például ütemezett módon kamatokat emel, és ezzel próbálja letörni az inflációt és erősíteni a forintot. Csak mindez eredménytelen, hiszen hiteltelen, mert közben pedig a kormányzat lett a rossz rendőr szerepében, amikor olcsó hiteleket zúdít a piacra, vagy legyünk azért pontosak, a piacnak csak egy meghatározó részére a NER közeli kiválasztottaknak ad olcsó hiteleket. Ettől a jó rendőr, rossz rendőr szereptől teljesen hiteltelen már a monetáris politikának az eredménye. Nem sikerül letörni az inflációt, és nem tudják erősíteni a forintot. Mert a nemzetközi pénzpiacok átlátnak már ezen, hogy ezt a szerepet hogyan viszik, és ezért nem tudják ezt tovább ellátni, és nem működik. Ezzel a megoldás szerintem egyetlen dolog lehet, és pont onnan folytatnám, ahol a kolléganő abba hagyta. Új kormányzatra, új fiskális politikára, új gazdaságpolitikára van szükség, és egy teljesen megújult monetáris politikára, hogy visszanyerjük a nemzetközi piacoknak a bizalmát, sikerüljön letörni az inflációt, és sikerüljön erősíteni a magyar forintot. És ennek az útja többek között az euróbevezetésnek a bejelentése is lehet, most már hamarosan egy céldátum keretében, hogy mikorra szeretnénk azt, hogy az eurót bevezessük, és ennek keretében milyen előre ütemezett lépéseket teszünk. Ez tehát a megoldás, hogy sikerüljön küzdeni az infláció és a forint erősítése érdekében. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok! A Magyar Nemzeti Bank felújítása az elsősorban
hát idézőjelbe téve közpénzmentésről szól, és ezt igazolja az, hogy az 54 milliárdos beruházást olyan cég végzi el, amelyik Matolcsy György unokatestvérét is pénzelte, és ugye a sajtóhírek szerint Matolcsy György fiának, baráti köréhez tartozó a tulajdonosa is. Ezen kívül ugyanez a cég egy 16 milliárdos megbízást is kapott a Magyar Nemzeti Banktól, ez pedig azt mutatja, hogy a Magyar Nemzeti Bank megvalósítja azt a Kósa Lajosi mondást, hogy a Magyar Nemzeti Bank pénze elvesztette a közpénz jellegét, és azt gondolom, hogy nincs abban vita közöttünk, hogy ez nem mehet így tovább, és ez teljes mértékben elfogadhatatlan, hiszen a közpénzek számolatlan, kontrollálatlan elköltéséről szól. Matolcsy Györgynek nem az a feladata, hogy kifizetőhelyként működtesse a Magyar Nemzeti Bankot. Az elsődleges feladata, hogy küzdjön az infláció ellen, és hogy a politikáján keresztül megvalósítsa azt a gazdasági eredményt, ami az infláció csökkenéséhez vezet. Jelen pillanatban ennek semmilyen nyomát nem látjuk, és azt gondoljuk, hogy ha Matolcsy György egy másodpercig is komolyan gondolja azt, hogy a kormány gazdaságpolitikája hibás, téves irányba halad, akkor az ilyen gigaberuházások és a haverok kifizetése helyett kezdjen el végre dolgozni, és spórolni, például kezdhetné ezzel az 54 milliárd forinttal. Nagyon szépen köszönöm!